pénzbeni támogatást tartalmaz a boríték, melyet Kovács Zoltán a Nyíregyházi Önkormányzat rászoruló hallgatókért közalapítvány kuratóriumának elnöke ad azoknak a diákoknak, akik a választott oktatási intézményükben nem csak jól teljesítettek, de rászorultsági alapon is megérdemlik. A támogatást olyan felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére ítélik oda, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhelyjel, első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal és legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során 360 pontot értek el, és a családjukban az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57 ezer forintot. A támogatással az önkormányzata a hallgatók gördülékenyebb felkészüléséhez igyekszik hozzájárulni. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy nagy költséggel jár az, hogyha valaki egyetemen vagy főiskolán tanul, akár nyíregyházán, esetleg más városban. Az alapítvány és ezen belül az önkormányzatnak a célja az, hogy a rászóló hallgatók, Ugyanakkor jó tanulók ehhez anyagi támogatást kapjanak. Tehát a tanulmányaikat könnyebben tudják végezni, és ne legyen anyagi akadálya annak, hogy tanulnak és a tanulásra koncentrálnak. A megadott határidőig 47 hallgató nyújtotta be pályázatát, közülük 42-en feleltek meg a pályázatban kiírt feltételeknek, így a kuratórium 45 ezer, 35 ezer, valamint 25 ezer forint összegű támogatásban részesítette őket, elért tanulmányi eredményük alapján az első éves hallgatók részére egységesen 20 ezer forint összegű visszanemtérítendő támogatást állapított meg. Berec Adrien egyike azoknak, akik pénzbeni támogatásban részesültek. A Pannon Egyetemen nemzetközi tanulmányokat és pénzügyi számvitelt hallgató fiatal nagyon örül a támogatásnak. Szívesen követeném a családomra, mert főleg így karácsonykor nagyon jól esik, hogy kicsit többet tudok nekik visszaadni, mert ők is mindenben segítenek, így az egyetem során úgyhogy szerintem rájuk fogom költeni. A kuratórium 1996 óta évente két alkalommal támogatja a rászoruló hallgatókat, melynek során összesen 3 millió forintot osztanak szét. Ebben a fél évben 1 millió 340 ezer forint támogatást ítéltek meg, a következő fél évben még lehet pályázni, a kiírást tavasszal a Nyíregyházi napló teszi közzé.